Az emberek sok mindent találnak ki, hogyha nem ismernek valamit, egy kicsit esetleg túlszínesítik. Aminek mondjuk lehet, hogy egy kis alkohol is közrejátszik, de visszatérve a témára, nagyon sok szörnyet találtak ki viszonylag az emberek, aminek lehet, hogy van egy kis igazság alapja is, és lehet, hogy tényleg létezett. Na sziasztok, én Levi vagyok, és ebben a videóban három hírhet szörnyt fogok bemutatni. Szóval vágjunk is bele! Az első pedig a csupakabra, és még mielőtt mindenki azt gondolna, hogy mi a f... ez, hát amúgy igazatok van, inkább váltsuk le a képet. Na, sokkal jobb, akkor kezdjük is előről, az első ugye a csupakabra. Gondolom ezt a talán nem sok embernek kell bemutatnom, viszont hogyha mégis, akkor itt van egy-két infó. Először ugye Amerikában, Puerto Rico-ban, ugye 1987-ben jelentették először... A neve egy kapracsubar spanyol szóból ered, ami azt jelenti, hogy kecske szívó. Hát elég kreatívak, csak megcserélték igazából. Na hát igen, az emberi kreativitás az határtalan. Na de én inkább azon gondolkozok, hogy ez a kecske miért ilyen boldog, annak ellenére, hogy mindjárt bezabálják. Igazából a csopakabra külsőt sokféleképpen írták le, például ugye ilyen kutyaszerű lényként, esetleg ilyen hüllőként is, de valahol még röpképesnek is. Na hát innen látszik, hogy tényleg nagyon jól megfigyelték ezt az állatot, és száz százalék, hogy létezett. És hát köbben erről el is mondtam a véleményemet, hogy mennyire igaz is. Habár rengeteg ember kamunak vallja, amiben szerintem igazuk is van, sok ember komolyabban foglalkozott vele, amit lehet, hogy nem kellett volna, ugyanis itt követtik el életük második legnagyobb hibáját. A második egy sokkal közismertebb élőlény, állat, vagy tudom is én micsoda, esetleg ember, mert ugye nem lenne más, mint a nagyláb, vagy a Bigfoot. Bár mondjuk, ha ezt a képet vágnám be, sokkal inkább biztos, hogy nem embernek mondható, ugyanis egy sokkal intelligensebb fajnak tűnik. Ugyanis ez a sztori is Amerikából indult el. Na jó, én most nyomtam ki a sztorit. Na jó, még adjunk neki egy esélyt. Mivel a lábnyomám kívül semmi fizikai bizonyíték nem található, Hát szerintem inkább ugorjunk a következőre, mert ezzel nincs értelme foglalkozni. Na jól van, jól van, jól van, tudom, sokatokat érdekel biztos ez a téma, ha már úgyis rákatintottak a videóra, szóval akkor inkább folytassuk is egy-két érdekességgel, vagy tényel. Ugye, akik látták, ugye ilyen nagy emberszobású lényként írták le hát gondolom, amit a képen is láthattok, viszont 2008 nyarán lebukott, hogy elvileg lámnyomokat is hamisítottak. Hát komolyan, még, egyre, még az egyetlen fizikai bizonyíték is hamisítvány volt. Hát kell még erről többet mondanom? Gondolom igen, mi? Gondoltam. Ha bár még mindig nem vettem el senkinek se a kedvét arról, hogy ez a lény egyáltalán nem létezett, ime egy-két idézet. Ami hát az lenne, hogy az emberek sértették, hogy hogyan tud eltűnni egy kétméteres óriás egy erdőben, és ráadásul már 200 éve zajlanak a kutatások, és semmi csontot és maradvány nem találtak róla. Hát remélem, hogy ennyi adat elég lesz, és inkább bukonunk is a következőre. Ami mi a tökön más lenne, hogyha nem a Loch Ness-i szörny. Hát ki gondolta volna, hogy ez lesz a első, harmadik, vagy nem is tudom, hogy hanyadik. Igazából ez nem egy lista. Nézzük viszont a pozitívumot. Ez egy Skóciában megfigyelt élő lény. Hát engem már is meggyőzött, hogy nem amerikai. Habár több kép is lebukott, hogy hamisítvány, ez most ugye nem fontos persze, ezt majd inkább ki is vágom. Ugyanis ennek az állatnak a leírása köbő egy plesiosaurusra hasonlít, ami ugye egy dinoszaurusz. Habár ugye rengeteg hisznek, ugye Nessinek a legendájába, ugyanis ez a beceneve, aki nem tudta volna, biztos, hogy nagyon sokan vagytok így, annak most lehet, hogy el venni a kedvét a sztori igaz történetéről, ugyanis elég sok dolog ütközik szembe ezzel a sztorival, ami egyáltalán megkétli Nessinek a létezését. Kezdjük ott, hogy a tó rettentően kicsi, ahhoz képest, hogy egy él élót. Mellesleg, hogy lehet az, hogy ilyen sokáig fent tudott maradni? Hát igen, ehhez ugye szaporodni is kell, és egy akkor valószínűleg több plesiosaurus is élne. És hát... És ott volt az is, hogy elvileg lehet, hogy fák bukkannak fel idei, ugye időnként a víz felszínére, mert ilyen gyantázottak, vagy valami ilyesmik. És még az is ott volt, hogy delfinekkel végeztek kutató munkát. Mert az utolsó nem tűnik túl meggyőzőnek, szóval inkább hagyjuk. Meg hát még hagy soroljam, hogy mennyire sok minden van, ami megkétli ezt az egészet, na de mindegy is, szerintem ennyi remélem, hogy elég volt, hogy mindenkinek elvegyem a kedvét, és majd az utcán jól megverjetek, na de mindegy is, Na de most ugye ennyi is lett volna ez a csodálatosan, fantasztikusan, izgalmas és hihetetlen videó. Na de majd úgy is találkozunk a következőben. Addig is sziasztok!